Népszerű volt a könyvbemutatóval egybekötött képzés, amit óvodapedagógusok számára hirdettek meg. A győri állomáson Rózsavölgyi László önkormányzati képviselő köszöntötte a résztvevőket, aki kiemelten fontosnak tartja, hogy a kisgyerekek már idejében értesüljenek jogaikról és persze kötelességeikről. Nagyszerű, hogy a gyerekek már ebben a korban hallanak az egymás iránti tisztelettől, az idősek iránti tisztelettől, saját és mások egészségével kapcsolatos tisztelettről. Azt gondolom, ha ezeket időben magukévé teszik ezeket a gondolatokat, akkor később olyan nyomokat hagyunk benne, ami egész életükre kihatással van, és ehhez olyan eszközeink vannak, mint az itt kiállított könyv, ami minden óvodába el fog kerülni, amely különösen örülünk. Hát ezért támogatta a város ezt a rendezvényt, és vállalta Borkai Zsolt úr a fővédnökségét. Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ adatai szerint 4500 óvoda működik hazánkban, az ott dolgozók pedig elengedhetetlen részét képezik a gyermekvédelmi jelzőrendszernek. Ezért a központ az Elveszett Madártól című gyermekjogi mesekönyv ismertetése mellett az óvodapedagógusok képzését is szem előtt tartja. Azt gondoltuk, hogy magában az, hogy ezt a mesekönyvet átadjuk, az nem fogja megvalósítani azokat a célokat, amiket mi kitűztünk, ezért fontos, hogy egy képzési program társuljon hozzá. Beszélünk azokról a gyerekjogokról, amiket a mesekönyv tartalmaz, illetve azokról az alapvető emberi jogokról, amiknek az ismeretét mi nagyon fontosnak tartjuk kiindulópontként. Ezen túl beszélünk a gyerekvédelmi rendszerről, azon belül elsősorban a jelzőrendszerről, hisz az óvónők tagjai a gyerekvédelmi jelzőrendszernek az elhanyagolása, bántalmazás felismerése. Nagyon fontos lenne, hogy ebben több jelzés érkezzen a gyerekjóléti szolgálatok, a gyermekhatóság irányába. A központ tavaly már két mesekönyvet jelentetett meg, ez pedig a harmadik, amelyből két példány kap minden óvoda. Beszélünk a jog és a kötelesség fogalmáról, ez mind a három mesekönyvünknek a kiinduló pontja. Aztán beszélünk az emberi méltósághoz való jogról. Itt fókuszban van nálunk két téma, a bántalmazás tilalma, hogy ennek az üzenetet nagyon szeretnénk markánsan közvetíteni, hogy ma Magyarországon egyetlen gyereket még a szülő sem üthet meg, semmilyen formája nem megengedett a testi fenyítésnek. A mesekönyv ezen kívül rámutat az idősek tiszteletére, de felhívja a figyelmet a tanuláshoz való jogra is, ami messze túlmutat az oktatáson. Az eddigi tapasztalatok alapján az országos sorozat nagy népszerűségnek örvend a résztvevők körében.